Jó reggelt kívánok a hétfő reggeli kisvodkában, Kezdjük is a témát, vasúti témát hoztam most nektek. Sokat beszélünk mostanában a vasúti közlekedésről, és hát az én nézőim között népszerű is a téma, és ismét vannak újdonságok. Itt a képen egy vezetői egyvizsgálót láthattok, amint éppen jelzést a győrben a vonatnak, hogy indulhat, induljon és indulásra készen jelzést ad. Hát ez részben most meg fog szűnni, de előtte, mielőtt belemegyünk a témába, előtte bemutatom a kis vodkát, és bemutatom, hogy vagyis is elmondom, hogy a múltkori kisvodkában is már megint ittam. Én nem vagyok az a Típus aki kertel az kapcs alkoholfogyasztásával kapcsolatban, úgyhogy be kell vallanom, hogy az előző kis vodkában is sajnos víz volt. Hát majd ezt eltaláljátok, hogy a maiban mi van, abban valóban bodicska van-e, vagy, vagy ebben, is, ebben is víz leledzik. Na hát a téma az kényes, már, már szakmai körökben kényes, mert hogy vérre menő viták vannak róla, személyesen is, meg, meg különböző Facebook posztokban is, a, a, szakmában, a szakmabeliekkel, az érintettekkel, hogy kell-e kalauza vagy nem kell. Hát ugye, ugye arról van szó, hogy a MÁV hosszú idő óta tervezi bevezetni, és próbóüzemben azt hiszem már volt is, hogy jegyvizsgáló nélkül közlekedtek a vonatok. És, és, ennek az ideje, a tulajdonképpen a tényleges éles bevezetésének az ideje szeptember elejére jött el, és igazából a, a, a tényleges bevezetés az a mai naptól történik. És, és, hát, és hát nézzük is, hogy egy, egyrészt mit jelent ez, Nézzük is, hogy mit jelent ez. Itt, uh, itt uh, írja, hogy a Budapest Esztergom és a Budapest Győr vonalon uh, történik ez a bevezetés, ami azt jelenti, hogy az S72-es, a Z72-es a vonatok, és ezen kívül a Győrin ugye az S10-es és a G10-es vonatokra vonatkozik majd, de szerintem, hogyha Esztergomi vonal, akkor valószínű, hogy érintett az S76-os vonat is, nem is tudom, hogy S72-es egyáltalán létezik-e, de most ebbe nem menjünk bele, ezek részletkérdések, a lényeg az, hogy kalauz nélküli vonatok lesznek. Na most, na most, mi ebben az újdonság, és mi ebben az érdekesség, és mi ebben a, a ami, 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 ami ami furcsaság hát vagy vagy sokaknak ami elfogadhatatlan ugye azt sokan tudják, sokan nem, hogy a, a jegyvizsgáló a vonaton az nem csak jegyeket csikkant, nem csak jegyeket ellenőriz és az utasokkal foglalkozik, hanem a vasút hagyományában ugye vonatkísérő, akinek forgalmi ténykedései is vannak. Hát ebből a leglátványosabb és a legfontosabb az, hogy ugye minden állomáson és megállóhelyen ki kell mennie az ajtókhoz, áttekinteni a szerelvényt, meggyőződni róla, hogy az utasok le és felszállása megtörténte és ugye indulásra készen jelzést adni a vezető felé. Ez most a rövid összefoglaló, mert nyilván egy csomó más dologra is kell figyelni, ugye áll-e a kiárati jelző, stb. stb. ahol forgalmista menesztott ezt ott ugye az egész indulás, az a forgalmista kezdeményezésére indul, ugye, stb. de ezt nem akarom így ezeket a szakmai dolgokat részletezni. A lényeg az, hogy hogy különböző forgalmi ténykedéseket végez a vezető jegyvizsgáló, illetve a jegyvizsgáló. Na most ez van megváltozóban, ugye arról van szó, nem arról van szó egyébként, hogy egyáltalán nem lesz kalauz a vonaton, hogy nem fogják ellenőrizni a jegyeket, hogy magukra vannak hagyva az utasok, hanem arról van szó, hogy az új vonatoknál, a motorvonatoknál, ahol tulajdonképpen mindent kézben tud tartani, a mozdonyvezető, ahol az ajtók bezárásáról visszajelzése van a mozdonyvezetőnek, ahol kamerarendszerek vannak, ahol gyakorlatilag, mind, hát legalábbis így messziről látszólag minden feltétele adott annak, hogy ne kelljen a jegyvizsgálónak azzal foglalkoznia, hogy most kimenjen, nézelődjön, jönnek az utasok, nem jönnek az utasok, stb. stb. Hát nagyon sok vasúti rendszerben ugye egyrészt azt szoktuk mondani, én is erre hivatkozom a vitákban, hogy sok országban működik már a kalauz nélküli közlekedés, vagyis a jegyvizsgáló nélküli közlekedés, vagyis az, hogy forgalmi tevékenységet nem végeznek a jegyvizsgálók, és hát ha eltekintünk a vasút üzemektől, a nagy vasúti üzemektől, akkor ha csak megnézzük a héveket, megnézzük a, a, a villamosokat, megnézzük a metrókat, ahol óriási nagy befogadó képességű szerelvényeket, óriási utasmennyiséget elszállítanak balesetmentesen úgy, hogy hogy, hogy nem kell ott álljon valaki, aki integet, hogy mehet a vonat, hanem egyszerűen a járművezető rendelkezik azokkal a lehetőségekkel, hogy meggyőződjön arról, hogy a járművet elindíthatja-e, és hogy ennek nincs ugye Utasforgalmi szempontból ez nem jár baleset ott vannak, Ott vannak a budapesti metrók, akik gyakorlatilag naponta milliós utas számot mozgatnak. Meg csak a hármas metron félmillió utas utazik egy nap. Ott vannak a hívek, ahol hosszú csatolt hatkocsis, kétrészes hatkocsis szerelvények közlekednek, és minden gond nélkül. A még íves vágányon is, én annak idején voltam Kalaúzahévnél jegyvizsgáló, sőt, akkor még vonatvezetőnek hívták a jegyvizsgálót, és ugye volt, hogy bizonyos megálló helyeken a megfelelő helyről kellett adni a jelzést, mert, mert ugye, hogy honnan lehetett végig látni a vonatot. Valahol volt, ahol le kellett szállni és meggyőződni arról, hogy mert külső íven volt a peron, hogy hogy megtörtént -e a lefelszállás, és utána visszaszállni, és úgy adni a jelzést. Ott ugye gombbal adtuk a jelzést, nem kézzel, meg kis tárcsával. Úgyhogy, úgyhogy itt is meg lett oldva, más külföldi vasútársaságoknál is meg lett oldva, és szerintem nálunk is megoldható. Persze a részletes feltételekkel én nem vagyok tisztában, jó, tisztában, józan paraszti észszel, ugye itt arról van szó, hogy ugye működjenek jól az ajtók, működjenek jól az ajtó jelzők a, a kamerarendszerek szükség esetén ugye esetleg állomásokat, megállóhelyeket lehet, hogy fel kell szerelni ahhoz kamerarendszerre, hogy jól végig láthatóak legyenek, tehát, hogy meg tudjon győződni, vagy, vagy esetleg tükrökkel, hogy meg tudjon győződni a járművezető arról, hogy a lef és felszállás befejeződött, és hogy a vonat elindítása biztonságos. Tulajdonképpen Tulajdonképpen ez a fő ö, tevékenység, ugye vannak mindenféle ö, végállomási, tehát kiindulási, állomási tevékenységek, vonatterhelési kimutatás kitöltése, ö, készrejelentése a vonatnak. Ö, ö, zárjelző tárcsa felhelyezése, bár nem is tudom, hogy a mostani vasúti utasítások szerint motorvonatokra például kell -e tárcsát tenni, vagy elég a beépített ugye, vörös jelző fény, ebben nem vagyok biztos, de mindezt meg lehet, el lehet végezni, anélkül is, hogy végig egy forgalmi vizsgával rendelkező jegyvizsgáló legyen a vonaton. Na most ez a, ez a forgalmi része, ebbe bele lehetne részletesebben menni, lehet, hogy majd az egyik live van, sőt, lehet, hogy a holnapi live van, ezzel foglalkozunk behatóbban. E, ugye a forgalmisták, az állomáson forgalmisták által történő vonatmenesztést, ugye a, a lapátolást a piros fejű embernek, azt is egy csomó állomáson beszüntették, ahol ennek a feltételei adottak voltak, úgyhogy 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 most ez egy hasonló lépés, itt ugye a a, a jegyvizsgálóknak a forgalmi tevékenysége szűnik meg. Uh... Valóban ez a mozdonyvezetőknek egyébként plusz feladat, meg plusz felelősség, ezt, ezt nem vitatom, tehát ez, ezt, ezt, nem vitatom, de hát mondom, más országokban működik, és, és más vasútüzemeknél, nagyon komoly vasútüzemeknél, mint a metró, vagy városi villamos, vagy hév, ez teljesen jól működik, még elavultabb technológiákkal is, tehát ha belegondoltok, az 50 éves héveken ez tud működni, akkor szerintem a korszerű motorvonatokon, amik be vannak kamera Szerintem ez ugyanúgy működőképes tud lenni. És hogy, hogy a másik nagy hivatkozási alap itt a nagy vitákban, hogy jaj, hát majd előzönlik a vonatokat, a mindenféle kétes alakok, meg majd oda költöznek a hajléktalanok, meg mit tudom én, mert hogy nem lesz jegyellenőrzés. Hát ez egyáltalán nem erről szól, hogy ne legyen jegyellenőrzés. Ez ugye arról szól, hogy levesznek a jegyvizsgálók válláról feladatokat, a másik meg az, hogy a, a jegyellenőrzési feladatoknak megfelelően vezényelhetők a vonatokra a jegyvizsgálók. Tehát euh, euh, tehát oda lehet összpontosítani ugye a jegyvizsgálókat, vagy jegyellenőröket, nem tudom, hogy hogy fogják, vagy hogy hívják őket az új rendszerben, oda lehet őket összpontosítani, ahol nagyobb az utasforgalom, nem kell feltétlenül az utolsó megállóig elmenni a vonatokkal. Gondoljatok bele most, ha egy vonatra nincs jegyvizsgáló, vagyis az eddigi rendszerben, illetve a normál nagyvasúti rendszerben, ugye a vagonos rendszerben ugye ez nem érvényes, tehát ott megmaradnak a jegyvizsgálók, ott, ha nem, mit tudom, késik a vonat, és már fordulna vissza, de még nem ért be, és nem ért be a jegyvizsgáló, akkor lehet, hogy azért nem tud az egyik vonat elindulni, mert az egy késett vonatról jön a jegyvizsgáló. És nem egyszer van ilyen, amikor különböző személyzet hiány miatt maradnak ki vonatok, vagy indulnak késve. Ilyenkor ezt meg lehet csinálni, hogy mondjuk Kőbányi a Kispestnél a késett vonatról leszáll a jegyvizsgáló, és felszáll a visszafelé menő vonatra, pár megálló kimarad, viszont a vonat emiatt nem fog késni vagy kimaradni, tehát sokkal rugalmasabban szervezhető az éppen aktuális helyzetnek megfelelően a jegyellenőrzés, és sokkal rugalmasabban átcsoportosítható a munkavállalók nem csak operatívan, hanem egy egyrészt már tervezetten is a, azokra a vonalakra, meg azokra a vonatokra, ahol több az utas, ahol többen blitzelnek, ahol több a probléma, és esetleg a kisebb forgalmú vonalakon oda kisebb létszámú személyzet, vagy akár szúrópróbaszerű ellenőrzés is bevezethető. Tehát ez szerintem így munkaszervezés szempontjában egy munkaszervezés szempontjából teljesen pozitív dolog. E és, és szerintem szerintem sokkal jobb. Én, ha jegyvizsgáló lennék, én örülnék neki, hogy kevesebb feladatom van, és csak a jegyekkel kell foglalkoznom. Ott van ugye, ott lehet jegyeket ellenőrizni, ott lehet esetleg, esetleg jegyet, vagy hát poddíjas jegyet írni, amiből ugye legalábbis régebben a jegyvizsgálók jutalékot kaptak, tehát sokkal jobban megéri a jegyek csikkantásával foglalkozni, mint hogy ott szaladgálni az ajtóhoz, meg ott, meg ott nézelődni, meg stb. stb. Tehát ezt ma már a motorvonatokon ez Szerintem meg tud külön vonatkísérő beavatkozása nélkül történni. Úgyhogy én igazából ezt gondolom erről a történetről, hogy hogy véleményem szerint uh, tud működni ez a dolog. Én kíváncsi leszek, hogy mi lesz a gyakorlatban, és majd szeretnék is uh, beszélgetni uh, vasutasokkal, régi kollégákkal, hogy, uh, hogy ennek tényleg mennyire vannak megteremtve a feltételei, vagy csak papíron vannak megteremtve. Ugye nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek mennyire fognak ezek a dolgok működni. Ugye, ugye, ugye mondom a... a a, a jegyellenőrzést azt meg lehet oldani, és azt, az, az ezután is szerintem meg lesz oldva, nyilván nem hülye a vasút vezetése, hogy egy az egyből hogy kirúgja a kalauzokat és akkor jönnek mennek a vonatok, és ingyen lehet utazni. Nyilván ez senkinek nem célja. Ja, és a másik meg az, hogy a, a, a kétes alakokról annyit, hogy ha ha csak az a probléma a kétes alakok, nem a, nem a blitzelés, mert nyilván a blitzeléshez kiszűrésére arra rendes jegyellenőrök, jegyvizsgálók kellenek. A, arra, hogy a kétes alakok ki legyenek szűrve, ahhoz meg még jegyvizsgáló se, jegyellenőr sem kell, még kereskedelmi képzettség sem kell, ahhoz az kell, hogy vagyonőrök, rendészek, vasútőrök, akik a, a rendfenntartásra vannak kiképezve, ők legyenek jelen a vasúton, mint ahogy sok vonaton jelen is vannak, és itt megint csak az van, hogy, hogy a, a vasútőröket lehet úgy vezényelni, hogy azokra a vonatokra jusson, ahol jellemzőbbek az ilyen jellegű problémák, más vonatokra meg szúrópróba szerűen lehet vezényelni vasútört, és ezzel a vasút biztonsága és az utazás biztonsága biztosítható. Felnőtt emberek, felnőtt nemzet vagyunk, tudunk utazni, tehát nem hiszem, hogy, 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 minden, minden vonatot, minden utast kísérni kell, meg lehet ezt sokkal rugalmasabban is oldani. Hát, hogy mennyire fog ez a valóságban működni, vagy hogy esetleg a létszámhiány okoz-e olyan problémákat, amiket amiket itt előre vetítenek azok a kollégák, akik, akik ezt vitatják, ezt az intézkedést, azt nem tudom, ezt majd a jövő fogja eldönteni. Nyilván ez munkaszervezés kérdése szerintem, hogy, hogy, a, hogy ez az átállás, ez zöggenőmentes legyen. Én dukkolok annak, hogy ez sikerüljön. Tudom, hogy nagyon sokan utálni fognak, tudom, hogy fel fog robbani a komment szekció. Elnézést kérek, hogyha valakinek a lelkébe gázoltam ezzel. Én nem állítok olyat, hogy nincs szükség a kalauzokra, meg hogy felesleges, mert ez nem igaz. Vannak, akik ilyesmi kijelentésekre ragadtatják el magukat. Aztán vannak, van a másik véglet is, aki azt mondja, hogy egy kalauz nélkül el sem indulhat a vonat. Én ezt a kijelentést is vitatom. Én, én én úgy vagyok vele, hogy nagyon jól tudjátok, hogy kritikus szoktam lenni, a, ha a mával nem is annyira, meg a starttal, bár alkalomattán azzal is, a starttal is, ugye az különböző szolgáltatásokkal, de mondjuk a közlekedéssel kapcsolatos kormányzati intézkedésekkel és egyéb koncepciókkal, vagy koncepciótlansággal kritikus szoktam lenni. Hát szerintem ez pont egy jó és előre mutató intézkedés, tehát hogy miért végezzenek vasúti dolgozók teljesen feleslegesen olyan feladatokat, amit most már a technika segítségével sokkal egyszerűbben el lehet végezni, tehát ez, ez ezt én ezt én, ezt én így gondolom, úgyhogy írjátok meg ti is a véleményeteket, írjátok meg, hogy mind meghalunk, hogyha nem lesz a vonaton írjátok meg, hogy ti mit láttok, hogy azért lesz kalauz meg egy ellenőr a vonaton, csak éppen nem fog, nem fog integetni, hanem csak jegyet csikkantani, vagy írjátok meg, hogy ti egyet értetek -e ezzel, vagy, vagy ördögtől valónak tartjátok, és írjátok meg, hogy a most kibontásra kerülő kis vodkás üvegben vodka volt-e, vodicska volt-e, vagy víz. Na, egészségemre váljék, Áh, ah, holnap is lesz fotka, tartsatok velem akkor is. Én Rikári voltam, a Rikári stúdióból, a kishodka adásából. Holnap live, sziasztok, csüssz! Ja, és a holnapi live egy kicsit később kezdődik, de ezt majd kifogom írni.